Bonyhádon születtem, 1974. október 13-án. Börzsönyben nevelkedtem, Börzsönyben éltünk a szüleimmel, egy nővérem van. Több generációs családban nevelkedtem, a nagyszüleimmel együtt éltünk. Az általános iskolai tanulmányaimat Bonyhádon végeztem, a 2. számú általános iskolába. Nagyon szerettem a testnevelést, a nagyon jó testnevelés tanárunk volt az Olá Marika néni, ezért imádtuk a testnevelést a tanárnő miatt. Szerettem a matematikát és azokat a tantárgyakat, ahol a kézügyességre volt szükség, akár a technika, a rajz, ezeket nagyon szerettem. A középiskolai tanulmányaimat a Bonyhádi Percelmor közgazdasági szakközépiskolába végeztem, könyvelőként és statisztikusként. És az iskola elvégzése után egy pár évvel férjhez mentem. 95-ben házasodtunk össze a férjemmel, ő cikói származású, és 2002-ben költöztünk Cikóra, itt vettünk házat, és ide költöztünk, akkor már két gyerekünk volt. Három gyerekünk van összesen, három fiúgyermekünk, és itt kezdtem már a nagyobbik fiam az iskolát, és úgy költöztünk ide, mintha hazaérkeztünk volna. A gyerekeknek is nagyon természetes volt, hogy ide járnak. Előtte is sokat jártunk Cikóra, és a faluba is elfogadtak úgy engem, mintha cikói lennék, mivel az anyai nagyszüleim cikóiak voltak, anyukám itt született, és mindig mondták nekem, hogy te úgyis cikói vagy. Nyilván van a faluban egy ilyen, hogy ha valaki betelepül, akkor kicsit idegennek számít, de engem elfogadtak cikóinak, hogy te úgyis cikói vagy. Könyvelés tanultam, és vállalkozói szférában is dolgoztam. Elvégeztem két gyerek mellett a mérleképes könyvelőit, és talán 2010-ben jöttem ide az önkormányzathoz dolgozni, megkerestek, hogy van egy munkalehetőség. Meg kell említenem, hogy nekem mindig ez volt az álmom, hogy én itt dolgozhassak az önkormányzatnál. Rövid ideig dolgoztam itt, 2 vagy 3 évig. Akkor nagyon nagy ellentétek voltak a testületben, viták voltak, és ez rányomta a bélyegét a munkánkra is, és ezért inkább váltottam. Szintén akkor vállalkozói szférába helyezkedtem el könyvelőként, majd 2017-ben megkerestek, hogy Szálkán megüresedett az önkormányzatnál a pénzügyes állás, hogy vállaljam el. És Szálkán dolgoztam pénzügyesként és anyakönyvvezetőként. Nagyon sok esküvőt tartottam Szálkán, külső helyszíneken, tóparton, erdőbe, lajvédborházba. És mindig próbáltam úgy összeadni a fiatalokat, hogy mindig arra gondoltam, hogy ők örökre együtt maradnak. Az erdőbe tartottam meg az esküvőt, és mire kisétáltunk az erdőből addigra, utolért minket a felhőszakadás, és kicsit eláztunk. Igazából én először nem gondoltam rá, hogy polgármester leszek, hanem szerettem volna a 2019-es választásokon képviselőként elindulni, mert a családommal nagyon sok rendezvényen meg programon részt vettünk, születi felvonulásokon, ugye lovakkal, családostul, népviseletbe öltözve. Szeretjük a hagyományokat őrizni, és úgy gondoltam, hogy elindulok képviselőként. Az akkori polgármester viszont nem szeretett volna még egyszer elindulni, ezért megkeresett a mostani alpolgármester asszony, akkor is képviselő volt abban a testületben, megkeresett, hogy nem elindulni kell képviselőnek, vagy polgármesternek. Sokat gondolkodtam rajta, hogy én alkalmas vagyok-e polgármesternek. Megkérdeztem az akkori főnökömet, a Pálffy János szálkai polgármester urat. Nagyon szerettem vele együtt dolgozni, nagyon sokat tanultam tőle, és megkérdeztem a János, hogy szerinte én alkalmas vagyok-e polgármesternek. És
azt mondta János, hogy alkalmas vagy, de nem szeretném, ha innen elmennél. Nagyon szerettem ott dolgozni, szerettem a közösséget, szerettem a falubeli embereket, nagyon nehéz szívvel jöttem el, meg nagyon nehéz szívvel engedtek el, de nem bántam meg, szeretem ezt a falut, szeretem az itteni embereket, és így indultam el polgármesternek. Az elmúlt évek tapasztalata is, meg amit az előző munkahelyeken megtanultam, azt itt mind tudom alkalmazni és kamatoztatni, és igen nagy segítség, hogy átlátom az egész önkormányzati működést, a költségvetést, és ez előny volt igen a számomra. Segítünk a lakosoknak, tehát mindenféle kérelem itt csapódik le az önkormányzatnál, bármi probléma van, akár a szemétszállítással, akár közvilágítással, kapcsolatban mindennel ugye az önkormányzatot keresik meg. Igyekszünk mindenben segíteni a lakosokat. Vannak ugye pályázataink, pályázatokat írunk, tervezünk, kivitelezünk, óvoda is az önkormányzathoz tartozik, ott is mindig van feladat, karbantartunk, zöld területeket karbantartjuk, ugye irányítani kell a közmunkásokat, munkásokat, könyvtárt üzemeltetjük, programokat szervezünk, tehát nagyon sokrétű a munkánk. Hát a rendezvények mindenképpen legtöbbször hétvégén vannak, testületi ülések ugye munkaidő után vannak, esténként, igen, hogy ez egy egyébként is egy 24 órás ügyelet. Telefonon mindig elérhető vagyok, hogyha olyan probléma van, vagy baj van, akkor éjjel is hívhatnak az emberek, meg megkeresnek, úgyhogy ez egy 24 órás ügyelet, úgy gondolom. A hobbijaim között szerepel a gyógynövény gyűjtés, szárítás, tintúra készítés. Ezt saját magam miatt kezdtem el, mivel magas volt a vérnyomásom, és úgy gondoltam, hogy nem szeretnék állandó jelleggel gyógyszert szedni, és próbáltam megkeresni azt az alternatív megoldást, ami nekem is megfelel. Így találtam meg a gyógynövényeket, ezért kezdtem el gyűjteni, és szárítani, meg használni őket, és ezt most nyilván kevesebb időm jut erre, de ezt mai napig csinálom. Emellett nagyon szeretek mindenfélét elrakni, savanyúság, befőtt, legfár, mindenféle házi készítésű dolgokat. Ezt ugye a nagymamáimtól tanultam. Nekem nagyon nagy példaképeim a nagymamáim, mert ők is mindent, amit tudtak, megcsináltak otthon, és az anyai nagymamám, ő itt élt Cikon, ő dunyhákat volt, és szőtt szőnyegeket, meg mindenféle szőtteseket. Az apai nagymamám meg varrónő volt, ő is tőle tanultam meg varni, hímezni, horgolni, kötni, tehát minden ilyesmit nekem megtanított. Úgyhogy én nagyon sokat tanultam a nagymamáimtól, és mindent szeretek csinálni, amit tőlük tanultam. Úgyhogy ez innen ered. Szörpöket is készítek, igen. Hát nagyon sokfélét szoktam, bodzaszörpöt, akácszörpöt, hásfaszörpöt, rózsaszörpöt, gyümölcsszörpöket is zsájából, tehát gyógynövényekből is szoktam, zsájaszörpöt. Amit éppen találok, vagy amire épp van időm, és meglátom, hogy most tudok ilyen gyógynövényt gyűjteni, és akkor abból is akár gyógynövényszörpöt készítek. A párom nagyon szereti a lovakat gyerekkorától, és mindig is voltak lovaink. Most jelenleg 4 lovunk van, hobbiként tartjuk őket, és ha időnk engedi, akkor lovaglunk. A gyerekek is tudnak lovagolni, úgyhogy az egész család szereti a lovakat és a lovaglást. A párom fakitermeléssel foglalkozik, neki van egy cége, ezzel foglalkozik. A legnagyobbik fiam, ő gépész tervező, egy bonyhádi cégnél dolgozik, a középső autószerelő,
A kisebbik még tanul, a legkisebbik fiam, ő pedig villanyszerelőnek tanul. És ezek azokat a dolgokat, tehát igyekeztünk nekik mindent megtanítani, amit az életbe tudnak hasznosítani. Úgy gondolom, hogy a kézműves dolgokat otthon is, tehát a ház körüli teendőket, akár a háznak a felújítása kapcsán, ők mindent megtanultak így tőlünk, akár főzni is tudnak, és úgy gondolom, hogy ezáltal nagyon jó szakemberek is, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. A magánéletben, amire vágyunk most már, hogy legyenek majd unokáink, tehát ez az egy, ami nekünk nagyon fontos, hogy majd legyenek unokáink. A munkámmal kapcsolatban pedig, amit nagyon szeretnék a faluba, hogy ne legyen üres ház. Minden házban a családok éljenek, és hogy szeressenek itt élni az emberek, és legyenek büszkék arra, hogy Cikón élhetnek, és szeressenek ide hazajönni. Tehát ez a legnagyobb álmom a munkámmal kapcsolatban.